Kotte, adjál 100 rugót sürgősen? Szervusz, fiam. Ne szóljál be, adjál lé. Csak köszöntem. Jó van, ne legyél már hiperaktív, nyomjad a 100 rugót gyorsan. Most honnan jössz? Munkából vagy az iskolából? Képzeljed, öcsém, leérettségiztem. Ejha! Végre, 25 évesen meglett. Te nem akarsz leérettségizni? Neked is kéne ám. Ha, ma jövőre. Pedig most megvannak a tételek. Neked ingyen odaadom, ha adsz 100 000-et. Ha, most nem lehet. Elfogyott a sör meg a szofi. Anya? Melyik? Mindegy. Kim van a konyhába. Olvas az új Daniel Steele könyvet, a szívbillentyűit. Mikor jött haza a melóból? Körülbelül egy éve. És te melóztál ma? Aha. Visszatekertem az elejére a harangozó teri kazettát, átváltottam az atlétámot, aztán adtam 2 pofont az anyádnak. Aha. Akkor nekem adjál 100 rugot. Mi a fenére kell neked 100 000 forint? Nekem zöröksz papírzacskó. Nem érdekel, nem adok 100 000-et, amíg nem mondod meg, hogy mit akarsz venni. Mobilt, mi a rákot vennék mást? De hát már van mobilod, 3 is. Az egyiket tegnap vettem. Aha, és ezzel szerinted hogy jelenjek meg az éjszakába? Hát még egy rendes tetkó sincs rajtam. Na és? Én tegnap Grodgatjába mentem el a hörpintőbe. Kultúrád azért, mert bunkó vagy. Na, adjál 100 rugót. Nem adok. Jaj, ne tegyed itt már a fejedet. Szar lesz majd egy foggal szotyizni. Szerintem, fiam, te elfelejtetted, hogy én vagyok az apád. És akkor most mi van? Álljak át a sötét oldalra, vagy mi? Luke, én vagyok az apád, köcsög. És honnan adjak én neked én most 100 000-et? Már a levegőt is hitelre veszem. 100 000 egy mobilra. Meg a hozzávaló kellékekre. Milyen kellékekre? Tetkó, piercing, kopaszfej, cigi, girosz. Sőt, meg egy új járgányt is fogok venni, mert a régi már unalmas, és nem tudok vele keresztbe haladni. Érdekes. Nekem jó a Warburg is. Azzal már csak keresztbe lehet haladni. De egy hátul kullogó vagy, öcsém. Úgy se adok pénzt. Nemrég még gumibugyiba totyogtál. Agyilag most is ott tartasz. Te meg olyan kevés vagy, mint a Győzike Showba a Goethe idézett.